Egyhetes néptánctábort tartanak a nagybányai Teleki Magyarházban. A kulturális intézményben rendszeresek voltak a nyári kézműves táborok, és idén először a szervezők a néptánctábort is kipróbálták. A táborba több mint 30 nagybányai kisiskolást fogadtak. Felcséki csárdást, hészát, kezest tanulnak a gyermekek a nagybányai néptánctáborban. Nekem nagyon tetszik mondjuk a csárdás, azt szeretem. És hát most a többi táncot nem nagyon ismerem olyan nagyon jól név szerint, de én szeretek mindent táncolni igazából. A táncokat vendégoktatók tanították, ugyanis a Teleki Magyar Házban nincs képzett néptánc tanár. Több táncról van itt szó amúgy, nem csak egy, hanem a felcsiki tánc az nagyon változatos, játékos táncok vannak benne, és ezért szeretjük ezt oktatni a gyerekeknek, mert könnyen tanulhatóak. Valamennyire ismerik is, így könnyű velük dolgozni. Nagybánya közel 140 ezres lakosú város, ahol alig 10%-ban élnek magyarok. Jöve Jézus, léhen légy, várd meg a mi hatán nékünk. Egy ilyen táborban a résztvevők magyarság tudatát is erősítik. Egymás között vannak a gyermekek, magyar gyermekek, egyébként szerteszét élnének a városban, nagyon vegyes közösségben, de itt ezt a hetet itt töltik ők együtt, magyarul játszanak, magyarul énekelnek, magyarul nevetgélnek, sőt, történetesen ez a táborunk felcsíki táncokkal foglalkozik, így a székely szavakat is igyekszünk becsempészni, újabb és újabb szavakat tanulunk, meg a népdalok is hozzák ezeket az újabb megfogalmazásokat, úgyhogy mindenképpen kell nekik, mindenképpen más, mint amiből ide jönnek. A gyermekek nem csak ritmus érzéküket próbálhatták ki, délutánonként népi mesterségeket ismerhettek meg. Levestésztát gyúrtak, agyagból kiformázták nagybánya jelképét, a Szent István tornyot, bőrből pedig karkötőt készítettek.